Orsi pont beleizét a... Oké, tempó! Tempó! Falsrábra kentrézünk, de hát majd cserél. Hát van azt mondja, ez volt az első ugrás, illetve már volt egy próbaugrásunk, csak pont belecsesztettek, volt egy ugrás, ott lesz 3, 4, ez megint az ötödik, aztán 6, 7, 8, 9, 10 ugrásunk lesz. 10 ugrásunk, csak gáton megyünk ő vele, nem zavarom most bele a zöldeket jobban szereti viszont. Na jön az első onnan, gyönyörűen repült. Jön mindjárt még egy, hopp, na, adj neki szárat, jó. Jön még egy ugrás, gyönyörűen repült, a tempó jó. Rosszivá barátommal élve 650-es szerintem a tempó. Én azt mondom, egy jó erős Uber, gyenge vadász, ez mind a kettő ugyanaz. Jó erős Uber, gyenge vadász. Jön még ebbe a egyenesbe 2 ugrás, aztán még egy kör. Hát, hozzá sem ért. Szuperül ugrott. Egyenlőre repül. Ő repült annó is, aztán múlt héten jól ugrottunk, nagyon, fantasztikusan, de előtte 2 nap, hát valami tragikus, mint a fight phone, a foga, nem tudom, ugrott és ilyen fájdalmas fejtartással, ami nekem nem tetszett, nem volt benne az ambíció, az elasztikusság, az a kifliből ugrás. De most, múltkor is és most is úgy néz ki, hogy rendben van. Hát nem akarom elkiabálni, egyelőre suhanunk, nagyon jól ugrik. Utolsó kör jön, meg volt a túloldalon 3 ugrás, itt van még 2 ugrás, és jó orszan kikentrézünk. Ez a zárógalopja, többet nem ugrok vele ezen a héten. Nem is szombaton ugrik, mert messze surani nincs. Vasárnap indul, pénteken kap még egy ilyen tinglitanglit. Egy ilyen szusszanjon egyet, sokat nem is kell. Jó fordul, mondjuk másik kézre lesz a... Ez szarul ugrotta. Másik kézre lesz az ugrás. Suraniba. Fantasztikus! Hát, repült. Jó, helyes lábra megy, úgyhogy ennél jobb ugrómunkát ma nem is szeretnék. Ilyet szeretnék. Többet, jobbat nem. Na, így mondom. Jó volt. Tempónk meg volt. Hát aztán majd meglátjuk ott mi van. Egy kis pörgős pálya, azt hozzá kell tenni. Azt hiszem 1004-es a pálya. Szerintem a fordulásokkal nem lesz baj. Itt még azt mondom, hogy valamit tud egy picikét ugrani egy ló, de jó a síklassz is, az már fél győzelem. Hát ő utoljára síkon nyert, de élete első síkversenyét nyerte. Tehát annyira klasszak nem vagyunk. Alamezzo! Plünos patér! Jó, köszönöm.